ahol legközelebb problémája lehet, az egyébként a világbajnokság, hiszen ott ugye 500 ezer fontot nyert ő 2019-ben, ugye azt fogják neki törölni a 2021-es VB után, és kerül be a világranglistára az az érték, amit ő megnyer 2021-es VB-n. Tehát adott esetben, egy extrém esetben, egy, ha Peter Wright megnyerné újra a világbajnokságot, aki ugye a második helyen áll a világranglistán, és Van Gerwen pedig nem tudna legalább elődöntőig eljutni, akkor e helyet tudnának cserélni. De hát azért ez nem vagyok benne biztos, hogy így meg fog történni. Megvan rá az esély, de 600 ezer fontnyi különbség van az első helyzet Van Gerwen és a második helyzet Peter Wright között, azért az elég komoly összeg. Hát helycserét leghamarabb 2021. januárjában tudok elképzelni a VB után, a ranglistán addig biztos, hogy nem lesz semmi. 97. És akkor el is kezdték ugye a hatodik leget, Espinal kezdett. 58. 58. Itt lehet látni a kiszállózást, hogy azért az eléggé javítandó Mason Espinal játékában. Ilyen hosszú mérkőzésen fontos a stabil, jó kiszállózás. Pillanatok alatt az ellenfél erőre kaphat. Ugye láttuk pénteken Jeff Smith ellen Fallon Sherrock már 5-1-re vezetett, és hibázott 4 meccsnyilat is, és a kiszállói nem nagyon jöttek. És elég szoros. És onnantól kezdve 6-5-re megfordította a meccset Jeff Smith úgy, hogy előtte nem játszott túl jól a kanadai, és erőt tudott meríteni itt közben Espinal 4-2-re. Tehát erőt tudott meríteni az ellenfél hibáiból, és egyre jobban játszott, és aztán ez már tömegben is megmutatkozott, és meg tudta fordítani a mérkőzés állását, úgyhogy azért lélektanilag nem mindegy, hogy ki hogy kiszállózik. Jó kezdett Price 2 triplával. 97. De jól lehetett látni most, hogy repülnek a nyilak. Ó, de gyönyörű! 180! Az ötödik. Igen. Százas, nézzük, Espinal folytatja. Folytatja bizony, jön a tripla, meg még egy! Ó, 140! 81 marad. 81-re, megvan az 57, dupla 12, még egy nyíl. Nem találja el Espinal, így nincsen break leg. Price meg továbbra is tud zárkózni, jön a 15-ös és a dupla 20 14. nyillal. Bedobja! Na most már jönnek a... Na most már kezdődik a... Kezd ideg állapotba kerülni. 100-as. Egyébként egy icipicit még visszacsatolva, ugye Van Gerwen, Peter Wright, illetve Gerwin Price eléggé kimagaslik a világranglistán az első három helyen. Szóval a negyedik előtt Price 250 ezer fonttal vezet, úgyhogy ez egy elég komoly összeg, azt ugye ilyen Players Championship tornákon nem igazán lehet behozni. 77 pont kipattanó után. Espinal picit visszaesett a kezdés az első három nyilas átlaga, de még így 125 ponton van. Az elején egészen káprázatosan teljesített ebben a mutatóban. De most nem nagyon jönnek a két triplás körök. Akkor meg folyamatosan azokat dobáltad. Na, látod, csak beszélnem kell róla, egyből dob egy 140-et.
123, if you recall, 105. Százkettő Price-nak megvan. Tripla, a kettes is, és a dupla húsz tudja tartani ezt a kiváló kiszállózást? Nem. Nos, nem, ez mellé ment, az egy nyíl. Egyenlíthetett volna, és visszahozhatta volna azt a kezdésből adódó előnyt, de ehelyett Espinal hozza a saját kezdését, és 5-3-ra vezet. Itt jött kérdés, hogy így, hogy Fangerben kiesett, kit tartunk a legesélyesebbnek a tornára. Nálam egyébként sem volt a legesélyesebb Fangerben a tornára. Hozzátenném, már előtte sem. Körülbelül a második, harmadik helyre tettem volna, mert én nálam most első számú Peter Wright a legesélyesebb, de körülbelül utánuk nagyon-nagyon picivel van az én fejemben Nathan Espinal és Glenn Durrant. Úgy gondolom, hogy e között a három ember között fog eldőlni a torna. Persze lehet, hogy mindjárt ez a tippem egy pár, mondjuk pár tíz percen belül meg fog dőlni, de nem úgy néz ki egyelőre, hogy Price meg tudná verni Espinát, de még előfordulhat abszolút. De mondom, továbbra is nálam Wright az első számú, és utána jön a másik két úriember közel hasonló esélyekkel. És egyébként sincs túl nagy különbség, tehát én nem is tudom eldönteni, hogy ki a legesélyesebb. Igazából ugye ez a három ember, ez valahogy nálam így abszolút egy kategória. Na nézzük most az... Oj, de gyönyörű 148-as kiszálló! Két darab tripla 18-as után, dupla 20. Game on! Ilyen extrákkal tud Price majd visszajönni lelkileg a meccsbe, meg azzal, hogy nem dob triplát Espinal. Már is itt a lehetőség az egyenlítésre a Velsinek. Csak olyan egy tripla, az jön lent. Nagy erőn nem tudott kovácsolni belőle. Igen, de továbbra se jönnek a triplák, és csak 55. Igen, az a kezdés nagyon... Nagyon tarthatatlan szinten volt ezek szerint Espinalnál, nem tudja folytatni. Na, 140. Kis életet lehelt a nyilagba. 140. Válasz, 140. Egyébként ez volt ezen a tornán eddig a legmagasabb kiszálló, mert 144-en Ratajski tartotta. Most 148-al átvette ezt a pozíciót Price. No, 70-re hagyja magát. Na, és Espinal 114-ről. Az jó, 14-es. Megvan, és a dupla 20. Ő nem dobja meg a 100 pluszost. Na és a dupla 20 eddig nagyon jött neki. Thank you. Nem dobja meg a dupla. Azt a mindenit. Nathan, you require 20. Mérgelődik, hogy valami történt. Valami, igen. Az a baj, hogy ugye a csöndes teremben, ha csak egy valaki úgymond bunkó lesz a teremben, akkor az a játékos nagyon meg tudja zavarni, és Espinal be is dobja, hát kicsit rázza a fejét. Tehát igen, nem jó érzés egyébként, amikor látod, hogy az ellenfelet valamelyik szurkoló kizökkentette, de hát azért ilyenkor nyilván a saját érdekeidet is kell nézni, és kidobni a kiszállót. Tehát így most 6-4-re vezet Espinal.